Abundante ya, hay canadiclema, mira bandana, un camino, abundante ya, hay canadiclema, mira bandana, un camino, si has toca. Na, sziasztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Szia, drága Veronikám! Köszöntelek! Na, végre el tudtam húzni. Na, szép estét! Sziasztok mindenkinek! Érkeztem, mint ahogy ígértem. Segítsetek nekem abban, hogy gyűjtsük a lájkot. Hiszen ha több a lájkunk, annál többen látnak minket. Úgyhogy, szia Dominika! Köszöntök mindenkit! Arra kérek mindenkit, tap-tap-tap, nyomja a lájkot. Sziasztok, szép estét! Na hát most már épp ide, hogy hozzászokjatok, hogy a Gina is itt van. Szia Dominikám, csókollak. Sziasztok mindenkinek, szép estét kívánok. Gyertek, gyertek fölfele, erősítsétek a kis csapatunkat. Ma is fogunk egy kicsit játszani, majd szétnézek, hogy kivel is lehetne. Szia Borbálám, csókollak, hogy vagytok? Mint vagytok? Arra kérek mindenkit, hogy tap-tap-tap, nyomja a lájkot, 10 000 lájkig meg se álljunk. Aki még nem ismerne, fent vagyok a TikTokon, fent vagyok a YouTube-on, egyaránt. Szeretném a YouTube-on is bekövetnétek. Holnapi nap lesz nektek egy kis újdonság, méghozzá azzal kedveskedem nektek, együtt fogjuk elkészíteni a holnapi finom ebédünket. Szeretném, hogyha jobban nem megismernénk egymást, én is titeket és ti is engemet. Régebben már YouTube-oztam, TikTok-oztam, de most egy kicsikét így el vagyok. Nem voltam már rég itt veletek, de most már próbálok visszajönni. Na, sziasztok mindenkinek, szép estét! Hogy vagytok, Mizus? Gyertek fölfele! Sziasztok! Na, meséljetek, mi a nagy helyzet? Hát nálam nem sok minden jóval tudok kecsegtetni, gyerekek, képzeljétek el, tegnap bent voltam az ügyeleten, nem az ügyeleten, hanem a sürgősségén. És hát kiderült egy-két dolog, hogy nem úgy működik a szervezetemben, mint kéne. Úgyhogy ez miatt nincs olyan hú de jó kedvem. Szia Boglárkám, szia Alex, csókollak! És hát majd egy kicsikét később, ha kicsit többen leszünk, akkor majd fogok erről nektek mesélni. Úgyhogy mindenki tartson velem, meg tartsatok itt a Rudi csapattal. Na, nézzünk szét, kivel is lehetne egy kicsit játszani, így kezdésnek. Nem tudom, hogy van-e valaki esetleg, akit ajánlotok, vagy ki az, aki fönt van, ki az, akivel lehetne. Én nem ismerek így fönt senkit szinte. Próbálkozzunk, nézzünk szét. Szép estét, sziasztok! Meg be olyanok, akikkel még nem találkoztunk. Jobban nézel ki. Veronika, ez mind-mind effekt. Ez effekt, babám. Csomó effektet toptam föl, mert különben hullasápat vagyok. Hulla vagyok amúgy, he. Szia Mártikám! Jó, hogy de rég láttalak. Csókolom a szívedet. Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Nem tudom, Melindám fönn van-e vagy valaki. Az a baj, nem is ismerek. Kit hívjunk meg? Nem nagyon ismerek, gyerekek, senkit se. Nem tudom, jó-e. Nekem még ezt szokni kell, ezt a tiktokozást. Szia, Ildim! Azt mondja, jobban nézzük ki. Szia, Rozália! Szia, Evetke! Na, egyre jobban hogy gyűlünk, gyertek fölfele. Majd fogok nektek mesélni a tegnap estéről. Nem igazán, hogy mondjam nektek, nem igazán kecsegtett mostanában az élet. Mindig van valami, ami közbe jön. Szia, Evetkém! Csókolak! Úgyhogy próbálok talpán, de nem olyan könnyű. Tegnap este elmentem dolgozni, de nem tudtam végigvinni a műszakot. El kellett jönnöm hamarabb,
mert volt egy kis egészségügyi problémám, és át kellett menni a, mihaz, mondjad már, sürgősségre. Ott ugye egy vért vettek, stb. Minden, ami kellett. Tehát mondtam nektek, hogy ez egy kicsit így hosszabb sztori. El fogom majd nektek mesélni. Érjük el a 10 000 lájkot, hogy mindenki itt lehessen, aki szeretne. Ebbe segítsetek nekem a lájkot gyűjteni. Szerintem ez nem túl nagy kérés, úgyhogy tap-tap-tap mindenki is. Nincsenek úgy fönn gyerekek, akivel én akarok játszani, az nincs fönn. Sziasztok, szia Katikám, sziasztok mindenki. Hát inkább nem. Inkább most ment le 9 kiló. 9. Egy hét alatt. Na. Itt van már szép testvérem is. Sziasztok, sziasztok. Szia Ildikom, köszönöm a kedvelést, de nyomjátok, mert most van meg az 1000 lájkunk. 10 000 lájkig ne álljunk meg. Szia Flóri, segíts Flóri te is, hogy a 10 000 lájkunk megjegyen, hiszen akkor leszünk a forjúba. Benne leszek a tévébe. Egy ilyen vastagabb pulcsit vettem föl, már nem tudom, megint olyan fázós vagyok amúgy. Mi az istentű fázok állandóan, nem nőszem el. Nyomom, köszönöm szépen, szó. Köszönöm a követést is, de gyertek a YouTube-ra is. Mindenki jöjjön át a YouTube-ra, és ott is kövessetek be. Jó lenne, ha ott be tudnánk követni mindenkit is. Na, kivel játszunk, vagy hogy legyen? Tudtok ajánlani valakit, kivel lehetne egy kicsit összemérkezni a tudásunkat? Nyomom, köszönöm szépen. Hát, úgy sikerült fogynom egy hét alatt 9 kilót, hogy nem igazán volt jó az emésztésem. És igazából a gyomrom semmit nem bírt. Tehát ilyen állandó hasmenésben voltam, akármit tettem, akármit csináltam, nem bírtatok vele. Mászaladtam is, mennem kellett. Úgyhogy nem azért fogytam 9 kilót, mert én fogyózni akartam, hanem azért fogytam 9 kilót, mert a betegség miatt, sajnos. Sziasztok! Mindenki iratkozzon fel YouTube csatornájára is. Így van. Borbála, szia, jó látni. Itt is megy a követés. Tényleg, Borbála, én nem követlek még? Nem is tudom. De egyrészt igen. Igen, egyrészt jó, egyrészt nem jó, de én azt mondom, gyerekek, hogy inkább ne úgy fogyjon az ember, hogy betegséggel, hanem úgy fogyjon, hogy diétálva. Tehát az, hogyha már attól fogysz, hogy nem jó a gyomrod, vagy betegebb vagy, én azt mondom, hogy az nem jó. Jaj, szia Máté, ezár meg egy éve nem láttalak. Én jó vagyok, babám, és ti? Hát, fogjuk rá, hogy jó vagyok, mert most nem igazán vagyok jó. Kicsit bajok vannak, és mennem kell egy olyan orvoshoz, az a neve, hogy várjatok, esküszöm, meg kell, hogy nézzem, mert egyszerűen mindig elfelejtem. Engem is igazolj vissza. Nem vagy visszaigazolva? Ez hogy lehet? De hogy kell, Flóri? Na várjál, mert nem tudom ám, hogy kell. Aha, visszakövettelek, Flóri. Jó. Kit nem követtem még vissza amúgy? Köszönöm, Mártika. Várjatok, elmondom, hogy hova kell mennem. Segítsetek, hogy ez mi vagy, mi ez az Isten, mi az, ahova menni kell. Azt mondja, hogy még ki se bírom olvasni. Hova mész? No, diló vagy én. Azt se tudod, hova mész. Az. Proktológushoz. De ez a proktológus amúgy azt nézi majd, hogy izé. Mennyit nőtt a hajam. Szó. Szia, Timim. Szerintem azt fogja nézni, hogy hány centit nőtt a szőröm. Jó, proktológus. Mindenféle szőrzetet így megmér, centiméterre, hány centi, hány deka. Hallod még hány deka? Na, dili vagy én. Hány centi, hány deka? Ti tudja. Szóljál már, Máté.
De imádom, ilyenben is viccet csinálsz. Hát muszáj vagyok viccelődni, mert ha nem viccelődök, meg bolondulok, szó? Szia Zsoltikám, de rég láttalak, mi újság tört el környékén? Minden stabil? Nem tudok beírni. Ha most is beírtál, Borbála, láttak. Köszönöm, Márti. Szó? Ha mit főztél, máma? Tudod, mit főztem? Sült csirkecombot csináltam, meg sült krumpit, meg salátát. Mi újság van, Zsolti Dig? Ezzel meg egy éve nem láttalak, mert nem live-olsz, semmit nem csinálsz. Ne játsszál már. Megyek a proktológushoz, szodjisz velem? Dig, még halózni, mert na mit halózol? Na írd meg, mit halózol. Írjad meg, már addig nem mehetsz. Nem érted, még halózni megy, no? Bírtok-e vele? Ja, hozzám! Jó, Dick, gyere hát! Halljak meg, mire ide érsz. Begyúrok neked egy jó lángost. Szó? Úgy álljam, hörk? Begyúrok neked egy jó lángost, egy fokhagymás sajtos tejfölöset. De látom, mivel gyúrsz, teszek rá neked egy kis tarját, vagy egy kis bolonyait, eme, ama. Nem tudom, jó-e. Sancikám, szia életem, csinosom. Dik, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tili vagy. Tudja, mit szeretek. Nem majdnem, he. Hát mit tudunk csinálni? Aki itt vagy, mindenki megy hozzád önni. Azt nem elférnek. Hát van akkor a konyha, Dik, mindenki elfér. Ha nem, meg bemész a szobába, úgy álljam, hörk. Elterülsz a nagy francia ágyon. Mögterítök nektek akkor francia ágyon, az miért nem jó? Szia, Iriszkém! Úgy mondom nektek, beavelsz a francia ágyba, lidűsz, kubai szivorra, nagy lángosokkal, szó, elterülsz magadnak, úgy álljam, hörk. Úgy, úgy, Pegazus! Mi ez a promológus, vagy kicsoda? Milyen promológus, Dik? Flóri, nem nézted az előző live-omat? Na várjál, mögtekerem ezért az órodat. Hát azért nem tudod, mert nem nézted, szó? Tiszta klubhüvely vagy, hát miért nem nézted? Nem tudom, mi az. Az a baj, hogy tudom. Jó van úgy, hogy nem tudom. Valami komkológus. Még komkológushoz mész? Hívjuk már be Aránkát. Nem tudom, hogy hogy van-e Aránkánk. Szó, ismeritek-e Aránkát? Budapestről... Kérlek, hogy vagy? Hogy vagy? Szia, csaj, szim, jó vagy, babásom? Jól, kincsem, és te? Én jó vagyok, fogjuk rá, he. Épp most mesélem, hogy nincsenek, nem jó az emésztésem, meg a bérrendszerem, azt mennem kell a dokihoz hónap, azt itt a nevecskének össze-vissza, hát nem hiszik el, hogy ez így nem jó. Hallod? Én se tudok vécézni, csak tudod mivel is. Esküszöm, ha viccelek. Na. Esküszöm. Na. Kutalak. Az szép, csajé. Jó, Zsolti, szó? Én se tudok. Mi? Az a legjobb. Na, én meg pont fordítva vagy? Vagyok, csajé. Hogy én meg szaladok percönként. Na? Jó van úgy? Ja, hasmenésed! Hát, mi? Nem tudom, jó-e. Na, játszunk egyet, csajszín. Van kedved? Na, gyere, kihívlak egy meccsre. Ti hívjak, kihívlak klubhüvelybe egy meccsre. Onnan vagy, csajszín? Na, biztos te nyert, mert nincs. Én nyerök. Nem szoktam nyerni amúgy. Én is a szeg. Hogy? Nagyon akadsz amúgy, alig hallak. Nem is hallom ezt az asszony, Dik. Elmentél a térképrű Aránkám, szó? Ja, is a szeg. Ja, értem. Ja, le vagy fagyva, Dik, az az asszony. Nem gyújtottál be, Dik.
Lefagytam, én nem tudom, én 5 óra ott lefagytam. Szerintem próbálj meg arrébb menni, hát ha ott a térerő jobb. Várjál, újraindítom. Ne csináld már, mondta jó asszony, hogy újraindítod az egészet. Nem bírom Zsolti megkérdezni, látod, lefagyott a lány. Le van fagyvadik, nem tudom tőle megkérdezni, hogy most klubhüvelyes vagy nem. Nem tudok mit csinálni, be akartam intézni, látod, a klubhüvelyt, azt nem bírtam. Még nem jó, bárma beintézem neked a klubhüvelyt, szó? Le vagyok tiltva. Dehogy vagy, Denike, letiltva? Itt vagy, jó élet? De jó, térerő nála. Nem tudom, jó a térerő. Szó, Timi? Akármit nem írhatok be. Hát akármit, látod, hogy nem. Egyből letiltanak téged is, meg engem is. Na, hon van az aranykánk? Nem gyűn vissza? Hogy hívták ezt a nőt? Dik, azt sem tudom, hogy hívták. Arány? Vagy hogy hívták? Arány vagy ezüst? Asszony lesz a lányból. Bimbóból a rózsa. Hon vagy arány? Jelentkezz, arány. Nézd meg az arányt, nem gyűjt. No, aranyom. Mély nem jó. Szia, Viktóriám. Millió csók, babám. Lenike, nálam is ugyanez van, nem mindent enged be. Hát, gyerekek, én beengedök mindent, csak ők nem engednek be. Na nézd meg ezt a jó asszonyt, hova lőttél? Hova lőttél, arány? Dik még, arány. Jó neve van, hogy arány. Megkeressük ezt az aranyt újra, mit szóltok hozzá? Arányom? Bekérünk egy másik klubhüvelyet. Valaki majd begyünk, szó. Hidd már vissza, milyen csinos lányom. De nem találom. Szerintem újra jön majd fő, tudod? Lement, azt akkor újra indítsa az egész live-ot. Hiába csinos Lóri. Dik, nincs is rajtam effekt. Nincs rajtam effekt, Dik. Azt hittem, hogy van rajtam effekt. Akkor mit, hogy rúzsos a szám? Mert úgy halljak meg, ha én rúzsoztam be. Gyerekek, nyomjátok a lájkot. Legyen meg a 10 000 lájk. Iriszke, nem nyomod a lájkot, nem tudom, mit csinálok veled, szó? Ildim se nyomjál, minden látom. Mondtam, hogy szép vagy. Nagyon, Dik. De nem raktam magamra rúst, akkor most ilyenkor mi van? Hát a Vikimet látom, Dik tisztelőbb nyomja a klubhüvelybe. Na várjatok, mert ez így nem lesz jó. Hát ha bögyünk megint arany. Szólj, tess! Képzeld, nem volt valami aránkáoszt, eltűnt. Nem volt aránká? Előbb nálam egy szép cigánylány, he. Mindenki írja, hogy hozzam ki vissza aránkát. Azt úgy eltűnt a delegált megakadt. Biló Aranka meglátogatott? Szerintem abb volt. Na, akkor majd erre is küld, na, nem van rég látni. Csinos volt, Dik. Nagy csinos volt. Na, hát akkor... Na, szép testvére, játszunk egyet, szó? Na, zse. Egy banáncsádosat. Indítsad csak, hogy kell. Toljátok csak. De vigyázz, mert oldalról százba jövünk. Gyengélködőben vagyunk, nagyon. Kevesen vagytok, szó? Igen. Nem az, hogy kevesen, most valami egy gyenge. Mi gyenge? Semmi. Mert ugye, hát volt egy nagy párbajom, azt utána meg már... De jó testvérem, láttam. Láttad? Begyűvök, mondom, segítök a testnek. De hát láttam, úgy elhúztál, nem kellett segíteni. Ennyi. Azért megnéztelek, testvérem, gratulálok, jó voltál. Köszönöm. Szia, tesó, sziasztok. Na, az helyzet? Mit csináltok? Semmi.
Amúgy Kelvin Kleinok, meg ilyenek, szó? Hát látod, ez is Dikanyát Kelvin Kleinba raktad? Nem tudom, jó é. Na, így nézi a lábamó. Mondjad csak, itt a hanyas a lábad, mert megyök ám arra. Na most mondjad csak! Cubába, he. Ide figyelj! Na? Meglátta a lábamon, mert nekem már 2 éve van ilyen cipő. Tudom. Azt az Andrának így lájkot, közben nyerjünk már, csajok. Andra, nézzél már nekem odakin, kifizetem ám. Azt az Andra mindig más nézni, sose se látott olyan. Megvettem neki karácsonyra, azóta dugdossam, hogy így izéli, jó, de már hordja. Most látsz, hogy ilyenökbe járok, azt mondja, ilyen kéne, de abban a másik márkában, mint abba a cipő. Abban a másikban, hát huncut eddig. Utána azt mondja, hát de nagyon drága, nem tudom megvenni. Hoppá, nem tudom, jól mondta-e. Kicsit se utalt arra, hogy vödd meg. Á, dehogy. Máma már így mondja az Andrának, pont öltöztem, de hallom a szobába. Még 2 rózsa, 1 rózsa, fiú. Figyeld, kaptam kezemet, megcsináltatta lábamat, kaptam pólót, az akkor igen. Figyeld. 1 rózsát, csajok, gyorsan. Figyeld, mit mond, már csak a fodrászok, köszönöm. Ide elmennem. Jaj, de rafinált. Ide figyeljél. Azt akkor jó vagyok. Jó. De várjál. Anyád elfelejtette, hogy egy a lábméretünk, csak szólok. Na? Mert a szandálod is itt a jó na? volt rám. Nálod, szandáld, tényleg? A szandálod tényleg. Jó volt rám, csak de szólok. Tényleg? Hát nem te adtál neki szandát? Hát nem, 40-ös nem a lába anyádnak? De, hát jól van, hónap megyek csak arra. A szélesség miatt ő neki. Nem baj, na. Megyek arra hónap. Ennyi. Azt figyeljetek, mindjárt indul a duplázó. Éve. Ja, máma még kapott egy izét, ilyen mi? Itthoni papucsot, ilyen kínait, mert a Zolinak a ilyen avilájába mögy. Mondom, levágom a lábat, hány drága papucsot vettem, azt mondom, mi bemész? Azt mondja, vegyünk már kínaiba egy papucsot. Már miért nem jó? Figyelj. Mutasd a papucsot. Azt mondja, ez mennyi ez a papucs? Mondom neki, mennyi volna? 1000 forint, az közben 1500. Annyi nem kő. Mondom, mám úgy se tévössze, de... Még mennyit hát adott volna? 500-ot érte? Hát akkor kő! Ennyi! Köszönöm! Nyomjátok, gyerekek, mindjárt lejár. Azt mondja, mamminak, 9-est kérök, mondom, 41-es kérünk. Halljak meg, 42-es kellett volna, hogy szorija. Szép. Mondom, egy bügyugod a lábad, csattogsz benne, nagyon jó. Hát, nagyon csattog. Nem tudom, jó. Köszönöm mindenkinek az ajándékot. Nézzétek, már hagyott a test. Amúgy mi van veled? Tess? Annyira vakirilok, elhagyott a test. Szia, nincs Szabinám, csak testvéri, baráti, de toljátok, mert elhagyott. Amúgy toljátok, mert a Rózsi azt hiszi, hogy minden nap nyerhet. Mutassuk már meg neki, Veronikám, hogy nem nyerhet minden nap ez a Rudi asszony. Nem is nyertem, máma, végig kikaptam, mi van veled? Gyerünk, 40 másodperc van, mit csináltok? Paf, 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 paf. Amúgy mit csináltok? Ú, de hideg van most, he! Csuk, hát bele vagyok fagyva, én is, Dik. Te is érzed a szelet? Halljak, meg onnan érzem. De alulról fúj, he! Hallod? Nagyon alulról fúj. Hallod, jég hideg az orrom. Dik, kezem, lábam le van fagyva. Jó vagy én. Tess. Mindjárt rezögök. Rohadjál meg. Annyit nevettek. Rohadjál meg, ha rezögsz. Nem én nem is láttam, csak hallottam róla. Azt miért nem nézted, no meg? Szia, Katokám. Utána már néztem. Na, úgy, hogy megnézted. Hát majdnem. Azt nyertem, tess. Nem, meg is vert, mert rözög egyet. Addig römögtél, hogy megnyerted. Hát akkor érjen is. Hát a rözögés. Várjál, a következőbe én rözögök. Ja, hogy van visszavágó is? Várjál, nem úgy van. Na, rözögjön a csapat, fölfelé, fölfelé, gyerünk. Na gyerekök, rözögjünk, mert itt a rözög a léc is. Tényleg. Nem tudom, fázik ki a lábam.
200 forint. Bent van, gyerekek, kaptunk egy... Mi ez a? Mondjad, hogy van ez a kesztyű. Kaptunk egy kesztyűt, gyerekek. Menjetek rá a kesztyűre, és onnan küldjétek az Alcsit, gyorsan. Gyorsan belejár! Gyújt, Timi! Gyorsan! Nem kell! Veronikám, onnan a kesztyűből, nyomjál rá a kesztyűre, és onnan. Toljuk, 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 mi van feletted? Egyet légy kesztyünk van, használjuk ki, fiúk, lányok. Nézd meg, elhagyott a rózsát. Benyúlsz a szekrénybe, azt előveszed a téri kesztyűt. Már elővettük a kesztyűt, de nem segít be, látod? Na. Mi még nem vagyunk ilyen speciálisak. Hát vett fő. Nem tudjuk még, hogy hogy vissza, köztet, vissza, igaz, csajok? Vissza, vissza a szarba, vissza este, nyomjátok, nyomjátok, gyerünk, gyerünk. Megint ott vagyok, ahogy kezdődik. Aki engem szeret, az most be tudja bizonyítani. Na. Hagy lássuk. Háromszorosát éri, na akkor gyerünk, tarolunk. Háromszorosa jön, nem tudom, jó étes. Nyomjátok már. Négy szál büdös rózsakölcsa. Tudod, mi a tét, tesó? Én már kitaláltam. Na, most tétezik, szó? Tétezök. Tudod, mi a tét, tesó? Na. Na. Aki veszít, hónap legyal a tibikerbe, azt vesz egy jó helt. Egy helt. Egy helt. Jó van. Egy jó hel a tét. Egy hel a vesztesnek, vagy a győztesnek, hogy hogy kell mondani. Bolondé! Ne rózsát! Kesztyű van! Veronika, ne rózsát! Menj rá a kesztyűre, azt nyomd be a gólyát! Vesz magának! Hallod? Menj rá a kesztyűre, azt nyomd be a gólyát, meg a kakadút! Köszönöm szívem! Tap, 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 várjál már, Rózsi, annyit beszélsz, nem bírom elmondani! Nézd meg! Hozza hónap a helt! Semmit se viszök, nyomjátok! Megértöd, de gyalog gyűszámbet a nyáró! Biztos, hogy nem! Nem lehet, mert römögök, bolond vagy. Nyomjátok már be a gólyát, meg a kakadút. Nézd meg, sokat beszél, mindjárt lenémítom egy óra hosszára. Egy helle gyűnap, tes! Várjál már, tes, nem biztosan még, hogy nyelsz. Na, várjál már, mit a dik? Nézd nektek, nézd meg, úgy csinálta, mint a filmből a Rasputin. Mit figyelj mondok ide. Így az emberinek, mikor ezt csinálta? Tét van, gyerekek, nyomjátok, tap, 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 tap. Tap, tap, legalább tap, a lájkot nyomjuk, gyerekek. Előbb megvettük a rózsit, most tét van, most nem tudjuk megverni. Hát úgy álljám, hör, szükségünk lennám egy helyre. Úgy álljám, hör, hogy Norbit máma dig még hör. Mondd az Ambrinak, hallja, mondja a izét, Rózsi. Meghoz. Hogy kell mondani ezt a best friends? Best hogy friends! Kell? Egy életen át, best friends! Álljon össze a Best Friends csapatom! Dick még Best Friends csapata van. Hát, a Maci meg így mondja, Best Friends. Jó Isten! Ő mondja a jó. Szia Zsuzsikám, hát csokolat. Akkor te is úgy csináld! De várj, már visszavágott kérek ám már most. Az jó? Na! A tét most már az lesz a másik játékban. Meg a túrórudiba idejárt. Nem érted? Plusz ráadás túrórudi, de nem az a vaszfajta. Milyen? Micsoda? Túrórudi, de nem az. Várjál már, testvére, úgy horkol az Ambri, nem hallok semmit. Na? Ott halljak meg! Horkol az semmit nem hallok, úgy beszél, horkol ez az ember. Na? Most mondjad, mi kell neked? Túrórudi márkás, pöttyös. Egy. Egy, mög egy hel. Ija. Nem ám ilyet hozó, hogy reálosz vagy alcsami. Verjük a segítsetök, Timi. Verjük ő, mert hel kell neki, nem érted? Köszönöm, ajtai! Gyerünk, feljebb, feljebb, hát ki na gyerekek, ajtai, mindenkit Zoli, arra kérek, jöjjön be egy nagy ajándékozó. Gyerünk még 40 másodperc, zsik alapot kapott köszönöm szépen. Verjük meg, milyen mert nem csak nagy aljas, nem csak nagy helkő neki, még túrorudi is, értitek? Hát, a túrorudi tanyám kérte, mert itt van mellettem, most mi úgy szoktunk játszani, hogy ki kell szarnom a mitáját. Igen, nem. Hát, ezt így nem lehet csinálni. Úgyhogy tap, Szangim. Tap, 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 toljuk, 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 toljuk meg a végig, gyerekek, valaki küldjön be egy paf, ajándékot. Paf, paf, Rózsit paf, nyomjuk paf, le. Paf, csak egy kisebb valami. Hiába mondja, hogy pom, 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 nincs is semmilyen pom, 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 süketék. Vagy ram, pom, pom, vagy. Mondom, Ambritú, nem hallok. Pam, 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 pam. Hopp, gyerünk. Megvan.
Már Várjál, tudom is a testvér, mert következő visszavágót kérök tényt. ám. Figyelj, Danyu, mit beszéltetek tegnap? Milyen tortát akartok, hogy Milyen tortát, esüketni? Dik? Kókuszos. Vagy citromos, vagy kókuszos tortát, Dik! Az a baj, hogy mosolyomott el a gázom. Érted én? Itt is megsüketett, hülye vagy! Miért nem azt mondod akkor? Na, akkor tartozó hell, meg Dik, egy sokkal rúgó. Tartozok már, így játékbú. Úgy álljám, hör, hogy egy hell, egy rudi, most meg Osztán valamelyik a másiknak egy torta. Micsodát? Most tortába játszunk. Az úgy nem. Nem, hát, nem, 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 nem. Egy szeletbe? Egy szeletbe? Milyen egy szeletbe? Nem, mit gondoltál, mennyi, Dik? Nem lehet így csinálni, mert nagyon sokan vagytok, mint az oroszok, egy 5-6 ezeren, Dik. Hát az a legnagyobb gáztepsi 20 tojásból, nem süts le. Nem, majd azt, majd hirdetünk egy nagy játékot, egy nagy meccset. Ez már az! Az lesz a tét, hogy egy torta. Hát na, akkor mi, most mibe játszunk? De úgy halljak meg, neked kell megsütni a tortát. Minden tudja, hogy van, normálisan. Csinálhassunk, én benne vagyok. Behirdettünk hónap estére egy játékot, mit szólsz hozzá? Már hónap estére? Hát hónapra. De mi le vagyunk ám gyöngyűve. Elég egy nap, bőven. Tört ki, na, hogy tes, vs, Rózsi. Bánja a franc, hánykor? 7:30. Na, 7:30 torta. 7:30-kor, gyerekek. És most mi a következőbe? A mostani tét? Hát nem tudom. Majd a top egy megmondja. Vagy hogy mondja, MVP? Az MVP most kérhet. De aljaskodni nem ér. Egy tétet. Egy tétet. Aljaskodni nem ér. Csak normális keretek között. Szarra nem kerülöm ám be. De ki az utálatos? Senki se lehet itt utálatos. Ki az utálatos már, he? Mindig ezt csinálják. Gyerekek, hónap nagy párbaj, Rózsi azt vs. Mondják, Gina. Azt mondják, hónap avész bútyi, szó? Ki én? Héten már nem teszél. Héten már nem tudok menni, sajnos. Mondják, nem, he! Nem, he, nem. Hát, akkor játszunk, nem, kész, nem. Igen. Játék lesz, nem tudok mit menni, hát nem meccsezünk. Tess, nyugdíját intézik már hóna. Már rég elintéztem máma. Hát, szó... akkor beszélhettünk. Na gyerekek, tap-tap-tap, nyomjuk. Na, most már tap-tap, az MVP mondja meg, MVP, hogy mi a nyeremény. MVP kérhet tétet tőle. Most már várjatok meg. Tudjátok mit? Bukvec. Azt nem lehet, testvér. Föl a zambrikát! Várjál, mert most már lenémítalak, mert sokat beszél. Széthúzza a zambinak a lábát, azt így bukvenc. Azt nem tudom, jó lenne. Még egy rózsát, gyerekek. Rózsa, rózsa. Annyit beszélsz, hogy már lenémítom. Lenémítalak, mennyit beszélsz? Na, gyerekek, figyeljünk a játékra, mert legalább most mi mondhatjuk meg ennek a jó asszonynak, hogy mit csináljon. Úgyhogy aki szeretne a Rózsit valami látni, az nyomja, nyomjuk. Most jön a kétszeres, figyeljetek oda. Mindenki segítsen. Ha netán van kesztyűnk, dobjátok be. Gyerekek, mindjárt indul a kétszeres. Segítsetek nyerni, mert lenémítottam, annyit beszél az anyjával együtt korán reggel, hogy így tess, meg úgy tess, az elbeszéli az egész játékot. Figyeld már, így beszél, így fogja a fejét, habi, az semmi, Dik. Figyeld. Na jó van, gyerekek, segítsetek! Mindenki, aki szeret, most ebbe a mérkőzésbe segítsen nekem. Kétszeres elindult, legyetek szívesek, segítsetek, verjük meg ezt a kamaftu, ezt a tálcás asszonyt, vagy milyen asszony. Segítsetek, hogy megverjük. Ne rózsát küldjetek a duplába, jó Isten áldjon meg. Valami jó kis ajándékot küldjetek. Az is küldhet, aki engem szeret, küldjetek. Valamit keréljatok be, így csúsztassatok be alulról, így. Így alulról tudjátok, mint a dadának. Pitbull terrier, pitbull terrier. Ne hagyjátok, hogy veszítsek. Ez a legnagyobb TikTok sztár ellen, mert a testvérem már TikTok sztár, mögkő, hogy mondjuk. De azért ne hagyjatok engemet a csarba, még a csarba. Hallottam, nagyod a
csarba. Várjál, főhangosítom, mit beszél. Golom, Vili, miben ne hagyjanak? Hallgass már, Bandi! Nem érted, a csarba ne hagyjanak? Ne hagyjatok a csarba! A csarba ne hagyjatok már, hát abba ne hagyjátok! Ilyen orrod van a csarba. Gyerünk, tesó, ház égét, add oda már egyet! Egyet! Nézzük, milyen aljas. Best friends! Ház égé, best friends! Hogy kell csinálni? Veszi fel! Szóljatok már nekem is oda valamit, mert ez az asszony ilyen orra van, é. Best friends! Best friends! Röggelti estig így mondja, hogy best friends! Csumi daftum el lukadat ház égé! Én nekem is csumi daftum el ház égé! Milyen ház ég? Milyen ház ég? Miről beszélsz? Még a ház ég. Azt küldött neki ajándék, hogy a ház ég. Hát gondolhatod! Az az én testvérem! Ki beszél ki engem? De nem érdekel, hogy ki beszél ki, meg mi van. Hunk beszél ki, ki? Az beszél ki, aki akar. Legalább de ki beszél? Én nem, nem beszél ki senki. Ki jössz? Nem is írnak rulladdig. Semmit. Úgyhogy lényegtelen, mert én már ilyenre nem adok nagyon na régóta. Most a végén csúsztassatok be valamit így, mint a dadám. De! Ja, top egy ajándékozom, mondjám a tétet, úgy ám, itt vagy még házi égé. Valamit, Veronika, úgy ám, hör, hogy te mondod gyorsan, a tétet. Gyorsan, Marian, valaki. Valami jót mondja. De normálisat, mert nem csinál meg, mert normálisat, ilyen óra van a Vilinek, látod ház égé? Nem látod, a Bandinek dupla óra van, Dik? Dik, a Bandi meg a Vili játszik, no? Na, ház égé, írjál csak neki egy fain téte. Írjál csak nekem egy tétet, szó? Lambadázik, vagy hastáncozik, szó de csak vele lambadázok. Ilyet nem csináltok, testvérem, beteg vagyok. Énekelj el a jégdupla viszkivel, rohadjak meg, tudám tanulni. Tudod. Mit kell énekelni? A jégdupla viszkivel. Ezt nem hiszem, Ambri meg alszik. Jégdupla viszkivel. Mindjárt fel kell, azt így baszpenszerűt és beleüt. De jégdupla viszkivel. De most ezt jól mondtál, sajnos tud tanulni. És tényleg danónom kell? Á, azt na mondta. Azt, amit írtam. Tényleg azt mondta? Igen. Tényleg, halljak meg. De mi a neve? Mondjad. Házégé. Házégé. Na, kedves házégé, szóljon neked a nóta speciálba, mert te vagy a jó a mai ja, estén. Ja, ugyanolyan hangom, mint a Charlie-e részegos hát megpróbálom. Mélyen. Arról nem volt szó amúgy. De most kívánok mondta, neked sok boldogságot, örömet az egész családoddal egy életen át. Te nyertél, te vagy Zoli, a jó. Na figyelj! Zoli, hát mi van sűrű be? Erdő, még sűrűbb táj, mint de a szekér úgy támad rám. A blues a kedvem, de senki se hangol rám. Én akkor se hívlak, ha darabokra hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami jégdupla viszkivel. De neked kell mondani, hogy bam, 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 bam. Két dózis egy helyen. Bam, 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 bam. Egy a társaság miatt. Bam, 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 igen, bam, bam, egy hogy jó napom legyen. Ba, 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 bam. Egy a rossz időkre kell. Bam, 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 bam. Egy, hogy jól aludjak el. Bam, 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 bam. Már az ágyam is kemény. Igen, mint a jég a viszkiben. Ba, 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 bam. Nesze házi! Jó volt! Elfogadtad, jó volt! Nem mondtam, hogy tudtanulni, jó voltál, szép testvér! De jó volt! De várjál, házégé! Hónap azt mondta, hogy nagyobb párbajt akar ez a nagyasszony. Egy tortát ér! Amika! Figyelj, házégé! Hány órakor szeretnéd? Már azt mondta, hogy hirdessük meg ma vagy hónap. Nem 7 tudom, óra 30-kor. 19.30. De 19.30-kor szeretném megmutatni neked azt is, hogy én nyerjek, hogy a tesó milyen jó tortát tud sütni. Holnap fél
18-kor lesz egy nagyobb párbaj, de most van kesztyűd. Dobjátok ki ezt a gigit. Keresz, dobjátok ki a gigit. Keresz házégé, még egy visszavágvóz, megint a top 1 ajándékozó kérhet bármi. De házégé, amúgy átjöhetsz ám ide is, szó, nyugodtan. Na, de 7:30-kor este lögyél hónap. Én leszök? Aki csak tud, mert a vesztes süt a másiknak egy nagy tortát. Bizony. Egy torta lesz a tét. Ennyi. Torta lesz a tét, vagy a... Szia, Csina, Andi vagyok. Szia, Andi. Hava már tartozik. Hónap lesz. Na gyerekek, figyeljetek, tap, újabb játék jön, újabb játék érkezik, figyeljünk oda. Igaz, hogy keves? Hányan vagytok, tes? Diéta van, hát mindegy, anyámék mögösszik. Hányan vagytok? Hát hányan? 377. Íja! De mindegy, ha nem lőnek, ezt tanult már meg. Lényegtelen, ha vagyunk hárman, azt a háromból egy lől, gatya. Lőhetnek itt 7-800-an, azt tartsák az abbácsájukat. Hát, látod most egy kis... Még a lájkot se lüvik, semmit sem. Háromszoros ajándék fog jönni, gyerekek. De jó lenne, most már tényleg nyernénk egyet. Háromszoros, először csináljuk ezt, aztán jöhet a kesztyű. Itt vagy még? Valami kettyűklű betyél megint, he. Négy rózsa! Jedd, én már félök a kettyűktű ildi. Gyerünk, toljuk, és megint a MVP-t mondhassa a tétet. Négy rózsa. Még egy rózsa. Kicsit erősödjünk. Mik meg erősödjünk, azt örökre nyer. Erősödjünk, no. Kicsit. Az, máma nem is nyertem, szarrá vert a Christopher, máma még nagy videót kell neki készítenem, megint. Az szép. Mert mi na. Volt a tét, hogy? Még kettő hát rózsa, gyorsan kettő. Az oldalam, még egy rózsa, egy. Meg róla is, egy hogy rózsa. Jó a csapatja. Meg ilyenök. Tegnap másik késő volt, Zsuzsi. Nem baj, nyomjátok, fiúk, lányok, segítsetek, csatlakozzatok a játékhoz, akinek van kedve, adjunk a rózsinak is valami kis ajándékot, valami kis csetebecsét. Nyomjátok, nyitassuk meg, hogy a Rudi csapat az igazi, nincsen itt sem bőszfrend, semmiség, csak mi vagyunk a jó, mutassuk meg gyereket. Tap, rózsázzátok le! Rózsázzátok le! 10 másodperc, 7, most mennyi, nem jön már semmi! Gyere, szúrém, is! Tudom, hogy sokan vannak, de nem tudom, hogy tudunk nyerni. Rózsát kaptam rá, vagy Jarezba. Gyerekek, bőven le tudjuk vinni, 400 pont, mi? Semmi. Ja, már most nem fogok nyerni. Micsoda? Semmi. Mi az, ami megy az a kutya? Korgi. Két korgi, azt nyerünk. Ne? Házégé már elmúlt, meghallgatta a nótát, azt elmúlt. Háromszorosan mi az ötszörösibe. De mit csinálna? Hát én nem tudom. Ne némítom, egy kicsit már sokat beszél a cip testvérem. Na gyerekek, én nem tudom, hogy milyen ajándékok vannak, vagy milyen ajándékok nincsenek. Nem szoktam én így játszogatni ilyen sokat. Én arra kérek szépen mindenkit, hogy egyet legalább nyerjünk. Mi is tudjunk legalább neki mondani egyetlen egy tétet. Szeretném, hogyha most ide figyelnétek rám. Veronikát, meg mindenkit is megkérek, hogy segítsen. Téged is, Alison, a jóisten áldjon meg, ebbe az egy meccsbe segítsetek. Próbáljunk koncentrálni az utolsó fél percre, hogy tudjunk egy picit nyerni. Nem baj, hogy a Rózsi erős, játszani jöttem fő. Ő a testvérem, játszunk egyet-kettőt, azt akkor mi van? Én is tudom, hogy erős, és akkor... Nem azért jövök én nyerni, csak egy kicsit hülyéskedni, bóckodni. Ennyi. Játszani. Az meg, hogy sütni kőnek egy tortát, az még gyerekök, még nekem is jó lehet. Dik, még a végén halljak meg, én is kapok belőle egy szeletet. Szó? Hát testvéri, hát mit gondoltál? Majd... Nem? Hát dehogy nem. El vagyunk gyerünk, egy kicsikét. Attól még nyerni nyerhetnénk ám egyet, szó? Úgy lájtiba. Valami mutatósabbat. Gyerünk. Én is kérek szépen valami mutatós ajándékot, valami csecsebetét. Gyerünk, szép kis mutatósat, ami rám repül, vagy itt a képen. Dik még rám repül, na jó vagy én. Paf! Nem tudom, hogy nekem a régi ajándékozóim hol vannak. Sokáig nem voltam, pont azért nincsenek. Végére
Tanuljuk meg, jöjjön a látvány, attrakció! Hát tudom. Gyerünk! Tudom én azt. Megiszok most már itt is, suhanjon már, ne légy látvány, legyetek szívesek. Most nincs itt a Rózsi, utolsó... Még egy picit azt nyerünk, gyerünk! Ott a korona! Még egy picit, gyorsan, egy koronát, vagy valamit. Gyorsan, gyorsan! Nem is üttem a koronába! Aj, babám, soká küldted be! Hopp, tiriri, pop, pop, pop! Csumi daftume! Azt tudod, most és ha ez bejön, az pont nyertünk volna, láttad? Black Rainbow, és van kesztyűd is. Black Rainbow, mondd mi a tét mondd a zsinóra! Mondd nem itt legalább normálisan Rainbow vagy té. Black Rainbow, Black Rainbow! Kicsoda! Hagyd nézzem! Csendülj! Black Rainbow, hát. Black Rainbow. Nem tudod kimondani? Ilyet a té. Majd most már gyűlök, azt megtanítalak inglisű. Jó van, tesó? Te amúgy tényleg angolból mindig rossz voltál, testvér. Te meg magyarból. Emlékszel? Még jó, hogy nem is angolos voltam, emlékszel? Akkor azért bolondé, rám hagyod. A kesztyűt fel tudjuk használni, babásom, és akkor dobni rá nem egy látványt. Nem értem, még kesztyűt használ fel, hát, ha nem tudsz rá dobni látványt, akkor ne használjuk fel, hanem majd holnap a nagy párbajra. Dik, így csinált, hogy holnap. Szia, Timi, csókolla. Későn jöttetek, babám. Hát későn. Köszönöm szépen Veronikának egyébként az ajándékot, de később. Amúgy látod, hogy nem sokkal nyert, 30 ponttal. Az első kifogadat festi feketére, azt úgy kell beszélnöd a következő live-i. Így. De melyiket kell kifesteni? Az első ketté. De mivel? Mivel szoktátok? Ő vele lesz nagy párbajom 7-8-kor egy torta a tét. Hát nem tudom, hogy mennyire nagy párbaj lesz, mert most volt a napokban nagy párbajom. Nem tudom, hogy mit reméljek, mit ne, de megnézzük. De mivel kell kifesteni, testvér, ezt nem mondod? Hát szemceruza. Szemceruza, Gina. Legyen. Melyik kettő? Első kettőt elő. Első kettőt? Szergelyel párbajozott Krisz kirakott. Hogy kirakott? Amúgy, Muki, volna mit beszélnünk, most jutott eszembe. De mindegy, majd hóna. Mit kapott? Tik, Rózsi! Rohadja! Várola! Gyere már, itt szom, mit csinált a lányod velem, Dik? Cigarettázik most. Már, meg lisztet is övő. Fel tudjuk használni a kesztyűt, és tudtok rá dobni? Szerelőz, nagy-nagy kincs. Vagy nem? Ablak sincs. Hát most hogy mondjam? Ilyenkor a szerelőz, nagy-nagy kincs. Oszal együtt mit csinálok, szó? Nem gyűnöd le. Gyerünk, segítsetek már! Gyűlő. Tudtok segíteni a következőben és az MVP? Pulipintyó. Magyarul. Jó volt, Veronika? Majdnem nyertünk, szó. Úgy álljam, hörk. Nem bírom elmondani itten úgy normálisan, hogy értsed. Na, legyen még akkor meccs, vagy nem, vagy mit csináljunk? Még egyet játszunk, azt jó van. Hát, ha jönnek utolsó meccs, vele utolsó meccs. Nézzük meg, hogy milyen lesz, és a MVP mondja a téte. MVP. Este fél nyolckor, holnap meg ő vele. Egy olyan tétünk van, hogy egy torta a tét. Egymásnak sütünk tortát. Na faszomba ebben a TikTokkal. Kirakulokat vele. Nyomjuk a lájkot, fiúk, lányok vagyunk, azért most már egy páran. Legalább a lájkok legyenek meg. Jó? Nem keverés megy. Az MVP annak a rövidítése, hogy aki nyer, ő a... Mit jelent az, hogy MVP? Mondjad? Te tudod? Hát az első 1-2-3, de az egynek szól ez, aki az legnagyobb ajándékozott, ő mondja a tétet. Az, aki elsőnek nyer, úgyhogy hónap mindenki tankoljon be, gyerekek. Ha szeretnétek, hogy nyerjünk,
egy igazi finom Tényleg, tortát. Dorina, tudsz holna? De ez biztos? Aki viszi a meccset, így van, Klaun. Köszönöm Tényleg, szépen, hogy babám, beírtad. esküdj! Na, négy rózsa, gyerekek. Négy rózsa. Ugye, aki a legtöbbet Holnap segít. Akkor Pontosan. Tudunk tarolni. Négy rózsa. Fél nyolckor. Kihívott egy nagy párbajra. Azt mondta, hogy nem nagy jó a fél nyolc, vagy mi a baj? Köszönöm, Mártik, a Zsuzsikám. Köszönöm szépen. Figyeljünk oda, mert mindjárt indul a kétszeres, és már Rózsi megint elhúzott amúgy. Egyébként... Gyerünk, kétszeresét éri, gyerünk. De holnap egy meccs, tesó, egy. Egy meccs lesz, holnap egy meccs. Egy meccs. Meghirdetem mindjárt most akkor, hogy legyünk rá, és ugye akkor kesztyűt gyűjtögetünk holnap, tudjátok. Gyűjtögetünk Köszönöm, is, Erzsiké, ha köszönöm. Tudunk. Kesztyűt gyűjtögetünk majd így délután. Akkor mikor, Veronika, mondjad? Gyerünk, tap. Ötszörösét éri, valaki dobjon rá egy hajtút, vagy egy korítót. Itt a duplázó, gyerekek. Duplázó. Van, Dikaza fog, duplázó. Ennyi? Dikaza fog, duplázó. Nincs is rajta, várolak. Van-e fogadó fehér? Köszönöm. Oké. Okay, akkor mikor, Veronikám? Nyomjunk be egy szépet, mi is valami ajándékot, így búcsúzó, gyerekek. Valami szép kis ajándékot, hagyd lássunk mi is. Sziasztok, köszönöm a csatlakozást. Mindenki figyeljen oda. Aki elhajtotta, ó, Veronika, megkeresett. Van. Ez nem jó. Vágod? Mi? Ám ide beszélök. Enikőm! Ja. Dasta, pap. Na. Nem tudom, szerintem én hónap lesütöm a tortát. Picsába. Le kell sütni előre a fenébe. Előre így mondom, le hogy best friends. Best friends. Ez a én szövegöm, ne vegyétek át. Best friends csapatom, hónap össze tudunk állni fél nyolcra. Nekem nincs best friends csapatom. Hónapra hát best friends csapat, le tudjátok győzni a 40 pontomat? Best friends. A Maci, mert nagyon hasonlítottok. Az az Enikőm. Hónap tudsz támogatni, Enikőm? Fél nyolckor. Enikő, tudná engemet is szó támogatni fél nyolc felett? Enikőm, erősíteni tudsz? Jó van, hívlak, oké, ezt most lerakom, azt megbeszéljük, jó? Hát akkor mikor, Timi? Á, Flóri, majd beszélünk, majd elmondom. Azt még Na maradunk szerintem... a 40 pontnál, vagy hogy lesz, gyerekek? Én már nem jövök vissza máma. Mert akkor holnapra tartogassuk Mindegy, a folyikokat. Mindegy, majd YouTube-on megbeszéljük, jó van? Majd úgy is jövök fel, nem sokára leszek megbeszéljük. Egy kis meccsekre, hogy Följövök nem kesztyű. Sokára YouTube-ra, és ott megbeszéljük. Nem baj, Veronikám, semmi gond. Akkor holnap, akik itt vannak, azok már is tudják, hogy fél nyolckor lesz vele egyetlen egy meccs. Hát tűzét. De ki lesz rakva a TikTokomon, és lehet meg osztani. Kifűzzük. Bizony. Nem kell olvasni ezeket a pusztulat kommenteket, én se foglalkozok vele, annak sincs értelme, ha én is reagálok rá. MVP-m? Nálam senki nem ír semmi rosszat. Enikőm az MVP-m, te már gondolkozhatsz a téten szerintem. Hogy mit tétezzem? Várjál te még avval. Begyünk valaki, az vége. Dorinám, köszönöm. Enikőm, már szerintem írhatod. Köszönöm, Dorinám. Köszi, Iriszkém. Tudom, Noémi. Na, Encikém. Tét. Best friends, thank you so much. Mit jelent, hogy thank you so much? Hát nagyon szépen köszönöm a társaságnak. Az szép. Mit képzesz? Ja, ez ilyen speciálisan van, mi? Persze. Legjobb. Magam módja. Legjobb. Enikőm. Szagyol be és nyomjam be az arcát. Jaaaaa. Micsoda? Nem hallottam. Lisztet tegyél, egy szatyorbaszti, nyom bele az arcot. Biztos, hogy nem. Biztos, Akkor meg hogy tányérba, azt úgy. Biztos, hogy nem.
Hát akkor a tenyeredbe azt így csap rá. Na, úgy más. Na, ha de ezt már én is csináltam. Szatyorba, 40 ponté. Ja. Dili vagy. A dili vagy, na kíváncsi lesz, hogy hónap mennyi pontod lesz, hogy a torta. Én mondom, lesütöm előre, bolondasszon. Alatt lesütöm előre. Meg van ám mondva, hogy kókuszos tejszínes, nem csupa vaj, hogy ki. Nem, nem. Én nem így, használok vajat, testvérem, te is tudod. Hogy így a... Szerinted én használok teje, izé, vajat, diló. Tejet. Tejet. Még jó, hogy nem kell közben mondani semmit. Hova rakjam? Na, hát itt fölcsapod. Ennyi megy. Hát amúgy meg jól áll. Ugyanilyen van. Ja, de mondani kell, hogy mamácska, papácska. Hát azt már nem tudok mielőtt mondani, hogy mamá, papó. Mamó, papó, jaj! Mint a filmi, hogy mamá, papá, na, lulu, mamá. Hát az fekete asszony volt, nem fehér bolondnő. Nem baj az! Anya, hülye, meme, pupu, meme. Köszönöm a játékot, majd hívlak mindjárt, nem téged majd itt, akivel beszélek, és hirdezd meg te is, akkor este fél nyolckor mindenkit szeretettel várunk. Jó. Csumi, csumi, csumi. Sziasztok. Hello. Rendes, jó áldig. A liszt. Na gyerekek, most mi lesz velünk hónap? Őszintén. Mind meghalunk, szó? Mondjátok el, mi lesz velem hónap? Dik, azt így maradtam? Várjátok már. Jó áll. Szia, szintim. Te is most gyűjtél, szó? De jók vagytok. Most gyűjtetek fő. Ilyenkor, gyerekök. Segítek, Gina, elmondod, hogy kell. Elmondom. Úgy kell, Flórim, hogy alul látod, hogy ajándék, rámész, hogy ajándék, és ott van, hogy feltöltés. És bankkártyán keresztül tudod feltölteni. Ilyen egyszerű az egész. Megadod a bankkártya kódodat, vagyis a bankkártya számodat, odaírod, beírod, hogy mennyit szeretnél tölteni, és ennyi, már rá is ment. Ilyen egyszerű. Pont a végén gyűntél, szinti, hé. Szia, Laurám, mindenki a végén gyűjt, csajok, most őszintén. Ez nem igaz, Veronika. Ez nem igaz, Veronika. Ez nem igaz, hogy csak 18 éven aluli, mert nekem is van a fiamnak kártyája, és abba is lehet tölteni. Ez nem igaz. Tudod, ki vagyok? Hát, Laurám, most így hirtelen nem. Best friends-be nem tudom. Persze, hogy tud, gyerek is tud. Hogy ne tudna? Ugyanúgy tud, gyerekek. Köszönöm mindenkinek egyébként a segítséget. Zsuzsikámnak, Veronikámnak, Timimnek. Ki volt még, aki segített? Mártika. Mindenkinek csókolom a szívét, köszönöm. Holnap, gyerekek, lesz egy meccsünk a Rózsival. Én tudom, nagyon jó tudom, hogy nem nyerek. De próbálkozni lehet. Nem játszom ma többet, de szeretnék még játszani. Szia, Kerek Ferenc! Szia, Bobám! Szíttam be! De még valakivel akarok játszani, csak ezt el akarom nektek mondani. Nekem is van a gyereknek lehet. Persze, hogy lehet, Zsanim. Holnap lesz egy meccsünk a Rózsival, én tudom jó, hogy ő fog nyerni, nagyon nagy hatalmas pontszámai vannak, meg minden. De ugye, hogy nekünk is egy kicsit beinduljon ez a történet, itt a TikTokon, tudjátok, jó, olyanokkal kell játszani, akik már nagyjátékosok. Úgyhogy a testvérem meg már nagyjátékos, úgyhogy ennyi. Nem aludtam el, nem jött értesítő, de szeretlek. De nem baj, Zsuzsi, mert ne viccelj már. Én tudom, hogy hónap is a Rózsi nyert, nincs ezzel semmi gond. Én azért hívtam ki, hogy minél többen lássanak, meg minél többen ismerjenek, aztán, ha megszeretnek, csatlakozzanak hozzám. Ennyi. Tudom én, hogy ő nyer, nincs itt semmi gond. Azt akkor mi van, hogy a testvéremnek, meg a kis családjának sütök egy kis tortát? Mi van abba? Semmi.
Még jót is teszek nekik, össznek egy finomat. Azt váljék egészségükre. Azt ennyi. Igaz? Igaz. Na nézzünk valakit, még valakivel játszunk már egyet, szó? De már nem a Rózsival. Benézzünk. Tiszta liszt vagyok. Tiszta liszt vagyok. Nézzünk, kik vannak fönt az éterem. Gyere. Nézzük meg. Szia! 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 Játszunk egyet? Nem, mert várok valakit. Bocsánat. És később esetleg? Később igen. Oké, köszi. Szia! És ha nyersz, te nyersz, mit kell csinálni Rózsinak? Rózsinak is ugyanezt kell csinálni, amit nekem. Ő tortát kell sütnie. Egyébként nem tudunk játszani egyet, míg várakozó üzemmódba vagy? Játszhatunk. Na, gyere, akkor játszunk csak egyet. Elbeszélgetjük, elütjük az időt addig. Szó, hol valósi vagy, Csajci? Romániában, Nagyvárad mellett, Lentébb. Tényleg? Ú, de messze vagyunk egymástól. Én meg Kecskemét mellett. Úgyhogy jó messzi vagy, Császló. És most kivel fogsz játszani? Kit vársz? Lépjék ki, légy, mert most várok. Én lépjek ki? Igen. Hát neked kell kilépni, bubám, te jöttél be. Én lépjek ki? Hát én nem tudok. Direkt nem léptem ám ki. Nincs is nála senki. Most excuse me, én várok valakit. Várok valakit. Lépjél ki, légy szíves tőlem. Dig. Lépjél ki, Rudi vagy, szó? Most várok valakit, baby. Ne gyere most ide be. Azt tődjük be. Még azt mondja, lépjél ki, azt tődjük be, a dilié. Várjatok, keressünk már még egy ilyen jó pofa csajté. Úgy álljam, hörk, hogy most keresek egy jó csajt. Itt van egy, ezt kiírtok csak. Megnézzük, ez milyen. Csini baba. Hello! Te hülye vagyok? De sok mindenki. Nyúj! Én csak egyet vártam, nem nyolcat. Hát na mi új fiatalság? Semmi. Mi a téma? Semmi. Unalom. Mi játszani akartok? Játszhassunk. Igen. Igen. Na gyertek, akkor játszunk egyet. Na hát, és amúgy mindenki ilyen csöndbe szokott lenni, meg ilyenek? De jók vagytok, szó? Nem, csak most jöttünk még föl. Ja, most jöttetek föl. Mi a helyzet? Nálam minden jó, most játszottam a Rózsival egyet. Hallok? Én hallak. Milyen Rózsival? Hát a... Kamaftu. Nem ismerettek a... Bari Rózsit. Ebben nekem szólok. De, igen. Zene nekem szólt. Na. Milyen jót beszélgetünk. De jót beszélgetünk. Nekem akadott. Mi? Mondtam, mi? Ennyit nem most köszönöm. Még lépjük ki? Mindjárt. Hogy? Köszönöm szépen. Gyerekek, én innen kilépök, ezek nagyon bolondok. Nem tudom, jó-e. Á, ezek nagyon... Én kiléptem. Timi, nem találtam hirtelen, hogy... Csibi és Csabi, hum voltál idáig, mondd meg. Hónap, gyerekek, nagy meccsem lesz a Rózsival. Este, 7:30, mindenkit sok-sok szeretettel várok. De dilik ezek, ennyi.
Kökök. Még kökök. Á, nagyon dilók el. Váratok, nézzük még ilyen kis csapatot én. Rendes, meggyűjt a kedvem a TikTokozáshoz, Dik. Ki ez a Big Coco? Ezt ismerjük, ezt a Big Coco-t? Lisztes feje nem gyűn be hozzám senki, nem? Lisztes feje, úgy álljam, hogy senki nem gyűn be. Ez a roló. Hívjuk már be. Ki ez a roló, he? Valami roló? Ki ez a roló, gyerekök? Valami roló, vagy mi a nevedik? Igen, itt van, tessék. Húzd már le. Nézzel, kicsim. Nézzünk. Fekete démondig. Hallod, mi a démond? Fekete démondot nézzünk már itteni. Van itt valami jósnő. Menjünk egy jósnőhöz. Hónap este 13-kor Gina vs. Rózsi párbaj. Igen. Mindenki jöjjön, aki szeret minket. Micsoda? Majd velem is játszhatsz egyet valami. Tényleg Tünde, de jó lenne. Mikor jössz föl? Nem most, gondolom. Júj! Rányomtam. Valakire rányomtam, he. Nem vagyok már Mercibe, he. Sajnos, ne is mond. Micsodát? A Ricardiát, nézd meg, ő jó. Ki az a Ricardia? Mondjatok már valakit. Ez menjünk be. Kit tudtok? Valakit mondjatok már. Szó? Itt csak ilyen izék vannak, ilyen Callgirl-ök még, Callgirl. Hónap jó, Rózsi után nekem jó tündi. A Jampi, gyerekek, hogy kell behívni a Jampit? Szia Máté, ne bujkáljál, látom ám, hogy itt vagy. Dika Máté, így bujkálsz Máté? Szó? Ezt a Jampit nagyon bírom. Szerintetek begyűn a Jampi hozzám? Jampi. De nincs is fönt a Jampi. Nézzetek már valakit szét, ki van fönt. Nézd meg, a Máté is aludt. Bealudtál, azt a Rózsival játszottam. Hát, ezt nem... Nézd, a Olika is itt van, é. Mi újság, Olika? Nézd, a tiszta liszt vagyok, Olika. Jó van, é, úgy. Mit csináltok, Olikám? Nikim? Mondjad már Nikinek, gyűjjön föl játszani. Vagy mit csinál? A Zsé nincs fönt. Nézd, a tiszta liszt vagyok. Olika, Dik, halljad meg, tiszta liszt, menjél nopárbajozni. Na most vagyok japán asszony, hófehér. Van-e fogad, hófehér? Unalom, mit csinál a Nikim? Mit csinál a szép testvérem? Tiszta liszt vagyok, no? Papsuzsi, ő ki az a Papsuzsi? Zsé nincs fönt, ő később szokott. Hát már 9 óra. Lassan fönn kéne lenni a Zsének is, gyerekek. Nézzük csak meg, fönt van-e a Zsé. Várjatok csak. Megnézem én a Zsét mindjárt, vagy írunk mindjárt rá. Á, nincs fönt a Zsé. Nincsen, nincs. Miguelito nem fogad, képzeld el, Iris. Nem ismer még, az a baj. Szia, Timim, Dik. Ő a Timim, ő a én Timim, Dik. Vagy a te Timi, de én Timim. Vagy hogy van ez? Hát van a Pap Torci, a lánya tetovál. Nem ismerem, Flóri, ezeket. Galambos, hát kinyírom a galambos, gyerekök. Felezünk. Mit felezünk, Dik? Jan Timit? Night család. Most a Night családdal mit csináljak őszintén? Sajnálom őket, dilósok. Hát mit csinálják velük, he? No, mit csinálják a Nike családdal, még Nike család? Mit tudunk vele csinálni? Dika, Harmatné, Brigittám, szia babám, örülök, hogy itt vagy. Hát rendesek, ja. Senkit nem találok. Kik vannak fönt? Mondjátok már. Ki ez a Lillai? Nézd.
a Varga Irén nincs fönt, hátik. Tili vagy. Miguelito, de kár, hogy nem ad. Aj, de tudnék vele pedigetni. Írjatok már, ma Miguelito adjon. Fogadjon is. Írjatok már be neki, hogy a keskeny zsinát. Ez a Miguel gyereke. Kinyom állandóan. Írjatok csak be a Miguelhez. Dika Flóri. Jók legyetek, megyek, jó így. Szia, Olikám. Szia. Itt van Olika. Itt hát, Rudié. Norina, hát. Szia, Ildim. Sziasztok. Szia, Timi. Szia, másik Timi. Szia, Alexandra. Sziasztok, mindenki. Nyomjátok már lájkot. Minél több a lájk. Norinával van pár bajom. Norinával van pár bajom. Ja, akkor azért nyom ki. De akkor miért mutat neki elérhetőt a Miguelitónak? Azt nem értem. Niki vagyok. Szép estét nektek, Olika, Niki. Sziasztok. Tudom, megismerte. Dik még megismerte, na most képzeld el. Na most képzeld el, hogy hófehér a fejem. De azt írja, hogy csatlakozz a Miguelitónak. Akkor hogy lehet csatlakozni, ha egyszer játszanak? Nem értem. Mindjárt bepróbálok én is. Megnézzük. Hogy szoszi van. Jó, de megijedtem plakon. Flakon! Nagyon ment a flakon! Jaj, nem tudom, megijedtem-e. Szívinfarktus gyűjt rám, hely, Veronika. Hát, ezt így nem lehet csinálni, gyerekek. A szívinfarktus gyűjt rám. A flakon nem tudom, megijesztetté. Tudjátok, kik kéne meghívni, de fönt van-e. Esküszöm, ha fönt volna az Emilio, meg a Tina, vagy a Fatima, jaj, de meghívnám, azt énekelnék nekik egyet. Gyerekek, nézzétek már meg, fönt van-e az Emilio, Tina, vagy a Fatima, vagy ilyesmi, akik énekesek. Be akarok menni valaki énekeshez, de nem így tiszta liszte, hanem mindjárt veszek át egy pólót. Tiszta lisztesen nem lehet bemenni. Én is megijedtem, Dili vagy én. Megjött Galambos Gina, hív be. Én nem ugrálok Galambosi, ez nekem egy... Nem az én szintem. Szia, Veronika, Andi vagyok. Sziasztok! Itt csak meg se ismertelek. Ennyi. Olga csatlakozott. Szia, Olgám! Szívemen átok ön, sajnálom az arcodon. Nem tudja senki sem, mi fáj nagyon. Aha, mindjárt megyek, ha nem találok senkit, akkor megyek át. Ó, az arcodon, ó, mióta elmentél, nincs már többé nyelv. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Hiába hívom Galambost, hát gyerekek, nincs mellettem senki. Kivel játszak? Rózsit se tudtuk megverni, az pedig csak pár száz pontja volt. Szívemen átok ül, és fájdalom. Szia, Dinám! Az arcodon, mióta elmentél, hát mi jársz nagyon? Táj-náj-náj-náj-náj az ablakon. Gyere, Veronikám! És akkor? Ké vagy szín, lalagyé, champagne-án lesz a metékére, mulivóján lesz a metékére. Kell a mékáma, a champagne-án piaszám, a túsz a mékámére. Tájnánánánáj, mellép habó,
A ke vojszi lulugyi lulugyi. Nincs bent moderátorom? Champagne la szabete pena, buli voján la szabete kera. Kella me kama, mindegyik modi mell van ájúva, vagy mi történik? Hát a champagne-ám piasszam, hopp, 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 túszam, melyik a méla. Ta-na-na-na-na, én a lép a bón. Aki vojsz ide, lulugyi, lulugyi. Nyomjuk már a lájkot, gyerekek, érjük el a 30 ezer lájkot. Legyetek szívesek, tap, 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 tap. Hát aki csúnyán ír, Flóri, miért nem tiltod? Órod megtekere, mi máma, Flóri. Szó? Champagne-am piacán, hát túlszám még a mélyre. Kik ezek? Nem is őket. Nyújj! Néztek, néztek, nézitek, hogy hol vagyok, hogy mit csinálok, írogatsz, hogy szar vagyok, kis aranyások. Nem kedvel az ember, hát nem kedvelem én se, azt mondja, nincs lelkem, ez a szakma része, fejem fogom, csörög a telefon. Mondják, hogy szűrött vagyok, pedig csak elmetszenem mindenbe, ha sok kommentbe. Hívj már be valakit. Hát kit hívjak be, senkit nem talál, aki nem játszok mindenkivel, te is tudod. Én mindenkivel is nem játszok, csak azért, hogy legyen játék. Ez kicsoda én? Valaki be akar gyűnni valami boss. Még boss. Valami big boss akar begyűnni, tesó. Én nem tudom, valami big boss akar averni be. Ezt a Rékát oldjátok már fő, vagy milyen néven voltál Réka? Milyen néven voltál Réka? Majd föloldunk. Boss. Ő enged be. Valami boss akart begyűnni, de az ki? Lil G is fönt van. De a Lil G is nem az én stílusom amúgy. Veronikát hívjam be. Szeretnétek mi látni a Veronikámat? Lil G foglalt, azt mutatja. Pálfi Rékát old már föl, testvérem, hogyha bírod. Pálfi Réka kérte, hogy oldjátok fel. Moderátorok, legyetek szívesek. Ha tudjátok, nézd már meg, testvérem. Most írt rám a messen. Réka. Nem nagyon vörökek senki. Senki, akit ismerek. Várjatok csak, rafinált leszök mindjárt, ha elérem. Mindjárt megnézem én, ki van fent a TikTokon, akit ismerek. Várjatok csak. Ké vagy szín, lulugyi, lulugyi. És ez a boss valaki? Én nem tudom, ki ez a boss el. Tényleg nem tudom. Sziasztok! Levesszük a hangot. Pék, tiszta liszt vagyok, de így nem lehet bemenni amúgy senkihez, gyerekek, hogy tiszta liszt vagyok, he. Ha boss, ha nem boss, csupa liszt vagyok mindenhol. Tiszta liszt vagyok, á. Champagne-am piacán, túszám még a mélán. Nem tudod, hogy kioldani. Ugyanúgy kell, babám. Ugyanúgy kell oldani életem. Hm.
Mindjárt meglessük, kik vannak fönn, szó. Nézd meg, nem mutat senkit. Nem tudom, jó-e. Ja, a Lil G is játszik, gyerekek. Mindenki játszik. Cica baba, mindenki. Dik még cica baba, he. Na most képzeld el. De kára nincs fönt a zsé. Nem tudom, mikor lesz fönt. Mindig akkor jön föl, mikor már én nem vagyok itt. Nem tudom, jó-e. Dik a Merci fönt van. Szoszi van, Merci. Dika Mercus. Nem gyümbe a Mercus. Ki vagy fejéredve? Hát jó, hogy ki vagyok, mikor egy rakás liszt volt a fejemön. Szép, hogy ki vagyok fejéredve. Nézd meg a Mercus. Na várjál csak, Mercus. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Hát gyerekek, szerintem valami gazsót mutat. Ki az a gazsó, he? Már jó, hát hiába. Rudiskodik, azt nem gyűn be. Megláttanak, s nem jönnek a szavak. Úgy némán vádoltalak. Hát visszanéz. Tiszta liszt vagyok, tényleg így bárki begyűn, azt hiszem. Halló. Szia. Szia, mi újság? Nem ilyen fehér vagy. Mi unatom? Csak játszottunk, az lisztes volt a fejem. Igen, elvertek. Hát, elvert Rózsi. Ezért nem játszok én, mert úgyis elvernek. Hát elhát. Egyértelmű. Nem szabad játszani. Főleg kevés nézőivel. Hány néződ van? Na, egy. Egy néződ van? Egy. Akkor én kigyüttem. Én nem engedtem be, begyütt. Begyütt magától. Kiléptem, amúgy meg zavarba gyüttem. Kiléptem amúgy meg. Senki se nézi. Azt miért nem nézi? Már kiléptem rég, Flórim. Szia, Alexandrám! Jó, hogy rég láttál a kélet. Kiléptem már 1000 évedig. Nem láttátok, hogy már nem vagyok ott. Jó van, gyerekek, senki nincs fönt olyan, akit ismernék. Akkor most ennyi. Akkor beszélgessünk egy kicsit, aztán átlépek a YouTube-ra. Beströszöltem, Máté. Alexandrám, csókollak! Ja, itt Flóri mindenki dilihe a TikTokon. Inkább énekelj. Na, kérjetek egy nótát, speciálba, utána elköszönök. Kérjetek egy nótát, kinek a nótáját húzzam el? Még húzzam el. Ambri meg bent húzza a nótátokat, szó? Máté, kérje egy nótát, úgy álljam hör klubhüvelybe. A telón párbajoznák veled? Jó lenne. Hónap, gyerekek, előre szólok mindenkinek. Aki tud, segítsen, mert oké, hogy a Rózsi nyer hónap 7:30, de azért megkérek mindenkit, hogy aki tud, azért jöjjön fel, egy picit támogasson. Nem kell sokat, csak egy picit. Hogy ne legyen már 0 pontom legalább, meg 40 pontom. Halkzene szól az éjszakában. Na, akkor hadd szóljon speciálba Máténak így elköszönésem alkalmából. Halkzene szól az éjszakában.
Hangzen szólt az éjszakában, érezned kell, hogy rád találtam, s így lesz miénk a boldogság, s ne gondolj arra, ami fáj. Máté! Ne nézz többé a múltat, hát megtéved szív is szerethet, mert én téged szeretlek. Hagyd a múltat, hisz én sem kérdezem, hát örülj, hogy itt vagy velem, és ne kérdezz, miért könnyezem. Igazi nagy szerelem, mély benne még, hát szoríts meg most a kezem, boldogság maradj velem. Az ajkad úgy keresem, mely lázban ég. Ne nézd többé a múltam, mert megtévedt szív is szerethet, mert én csak téged szeretlek. Olvasd ki, hogy mély forrón szeretlek. A szívem háborgó tenger, s a szememből könnyek peregnek, mert én téged szeretlek. Hagyd a múltat, hisz én sem kérdezem, hát hagyd a múltat, hisz én sem kérdezem. Speciálba, aludjál, erre aludok. Ezt kérték babám, akkor mit tudok csinálni? Fogadj sok szeretettel Máté tőlem. Remélem, hogy azért tetszett. Na kérjetek még egy nótát, mert meghoztátok amúgy a kedvemet, szó? Nidd a mecsét kél. Mecsem ott nincsen, nóta est van. Köszönöm, Máté. Szép volt. Jó van, szép testvérem. Dik mesét kér. Aludjál már, Rudi. Nem küldte egy rózsát se? Na várjál, Olika. Majd én se küldök neked, Rudi vagy én. Sziasztok mindenkinek, szép estét. És akkor, erre csak nem alszol el. Hát arra kérlek, rabolj el, mondj még választ, vigyél el. Hűvös csók, egy hűvösé, nem leszek másét, csak a tiéd. Soha se kérlek, rabolj el, a megtört szívemet éleszt fel. Hűvös csók, egy hűvösé, nem leszek másét, csak a tiéd. Nekem nem fontos, nekem nem számít azt, hogy hova megyek, vagy hogy mit is teszek. Nem kell palota, elég egy kicsi szoba. Hadd mondjam hozzád, megyek oda. Annyira ki vagyok, annyira szét vagyok. 0-24-ben már csak pörgetem a TikTokom, és hogyha megszólal a TikTokon az én hangom, jönnek, mennek, mondd el, hogy milyen vagyok. És TikTok, TikTok, fogy az idő, gyere már, TikTok, TikTok, és arra kérlek, rabolj el, mondj még választ, vigyél el. Hűvös
Kedves csak hűvösé, nem leszek másé, csak a tiéd. Hát sohasem kérlek, rabolj el a megtört szívedet, éleszt fel. Hűvös csak egy hűvösé, nem leszek másé, csak a tiéd. Na gyerekek, mindenkinek nyugodalmas, jó éjszakát kívánok. Remélem tetszettek a dalok. Sok szeretettel fogadtátok tőlem. Arra kérek szépen mindenkit, hogy hirdesse be, mondja el a többieknek, az ismerőseinek és mindenkinek is, hogy holnap 19 óra 30 perckor nagy meccset játszunk a Pari Rozáliával, szép testvéremmel. A tét pedig nem más, mint egy gyönyörű, szép, finom, hatalmas torta. Úgyhogy mindenkit várok sok-sok szeretettel, ismétlem nektek, tudom, hogy nem tudok nyerni ellene, de akkor is szeretnék egy jót játszani a szép testvéremmel. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, köszönöm a lájkokat, és köszönöm szépen azt, hogy egyre többen és többen néztek. Életeim vagytok, holnap én már 7 óra után fent leszek, és mindenkit várok vissza ide hozzám. Csókolak Mártikám, mindenki, aki tud, segítsen nekem holnap a párbajba. Jó éjszakát kívánok, millió csók, sziasztok!